Mi van rajta? Valami most megint rajta van kettő felvétel, hát hogy a tegnapi Ludvikos meg a vlog videóm. De lehet, hogy valami más maradt rajta véletlen. Jöjjön már ez a lift, na mindjárt belalszok. Képzeljétek el, ott tartunk, hogy lassan elérem a 400 feliratkozót. Azt még nem tudod meg a 300. Szóval az egy durva fejlődésen megyek át. Napról napra. Na. Oké. Okay. Oké, az oké. Okay. Vennem kell izét, dobálót, tudjátok, ilyen szobadészítő tudkombot. Elfelejtettünk venni, hát ilyen sem volt még soha. Na mindegy. Meghoznom kell egy pár kiló krumplit. Ezt is szomomától fogom hozni, mert a bérmentve adják legalább. Úgyhogy most ezen gondolkozok, hogy el kell menni valahová, ahol kapok ilyen cuccokombót. Megvan véve, kettő cuccombó. Jó. És akkor most át kell mennünk a jég óceánon. De amúgy kajak, ez jégóceán, figyeljétek már. Tiszta jégpáncél az egész. Cuckombó. Tavaly ilyen este már, de akkor átestem amúgy, hogy kitört a gerincem fél. Az meg csúszik ám, még ebbe a bakancsba is amúgy. Úgy érzem magam, mint a jégpályán. Tudom, hogy megint itt jég üzé van, akkor legközelebb hozok jégkorcsolyát. Na, hogy állunk? Idegileg, nézzétek, már letépték a plakátokat a cuccról. Ja, mert új év jön, gondolom, azt akkor minden ilyen reklámot letépnek, és akkor megújítják. Azért szeretek én GoPro-val járkálni, már előtt egy autó, akkor legalább megvan a bizonyíték. Ahogy ez is éppen. Nem megvár, hogy átmenjek, hanem átmegy előttem a zebra. Hát milyen dolog ez már? Na, akkor megvolt a izé, dobálós tudsz. Akkor már csak egy pár krumpli kéne valahonnan gyorsba szerezni. Lefogy a fél kezem. Na látom, viszik már kenyeret is. Igen, igazából ez jellemző az emberekre, hogy elfelejtkeznek dolgokról, azt a utolsó napban rohangálnak jobbra-balra, aztán megvan a baleset is egyébként. Mert ilyenkor szokott lenni a legtöbb baleset. A nagy rohangálásban. Na én meg jó, hogy hagytam a TS-en a többieket. Igazából nem volt fönn senki, én fölmentem a TS-re, bementem a zeneszobába, mondom, akkor nyomok egy kis diszkózenét, átállítottam a mikrofonom a tizébe, folyamatos adásba. Azt nyomatja a diszkozenéket. Ennyi. Aztán aki jön oda, az jön, az kész. Igazából ennyi. Ma én leszek egész nap a DJ. Na, csak ez hiányzott, hogy a cipőmbe az meg kikötődjön. A putés kurva úristen. Ezért utálom, hogy a bekötős cipőket, mert sose tudom én normálisan bekötni. Mindig kikötődik. Azért szoktam bele dugni a izét. Az aljába a cipőkötőt.
Ilyen kofodrász izem is van. Az fasza. Valaki ilyenkor megy fodrászhoz. Izé új év előtt. Hogy szép legyen a haja, hogy úgy menjen át az új évbe, hogy... Izé... Szép legyen a haja. Szétfejött a köpő. Amúgy vicces volt, mert mondtam anyumnak, hogy ezért. Na, elmentem pápám, majd találkozunk a következő évbe. Mondta, nagyon vicces vagyok. Bazd meg, lefölött a kezem. Újévi fogadalmak, hogy nem fogok sokat káromkodni. Megpróbáljuk, jó? Megpróbáljuk. Egy kis segítség. Hát mondom, átestem a küszöbön, egy kis segítség kell. Itt most már annyi felvétel van, azt se tudom, mit kell hol rakni. Most már volt rajta vagy 4-5 felvétel, felé nem tudom, mely, milyen. Na jobban csak bekapcsolom már kamerát, mert elébb is majdnem elestem, azt pont azt nem vettem. Bolyikám, lehet, hogy nem beszélek, de legalább ha lesek, akkor fő van véve, az kész. Tényleg, ahogy kikapcsoltam a kamerát, majdnem hátra estem. Azt mondom, pont azt nem veszem fel, hogy elesek. Mondom, milyen már ez. Tavaly is így volt, emlékeztek? Pont ugyanitt jöttem. Pont ugyanitt jöttem, és ki volt kapcsolva a kamera. Hogy mi volt? Én nem hoztam kamerát, hogy valami ilyesmi volt, és elestem. És izé mondom, pont azt nem vettem föl, és tiszta ideg voltam meg minden. Én mondom, és akkor nem játszunk ilyet most már, akkor így kell fölveszem. Hogyha nem is se kell, legalább akkor is izé. Azt hittem már megint kikötődött a cipő. Izé, már agyhoz kaptam. Na, úgyhogy újévi fogadalmakba kezdek el gondolkozni most. Most azt nem tudom, hogy lehet rosszat is fogadni, meg jót is fogadni? Hogy van ez? Vagy csak amit ebbe az évben rosszul csináltam, azt lehet megfogadni, hogy jót csinálom, hogy van ez? Mert ha mondjuk valamit jól csináltam, és én azt megfogadom, hogy következő évben is jól akarom csinálni, azt nem lehet megcsinálni. Az Isten van, bazd meg, még kell 3-mal menni. Ennyire csúszik az út, hogy nem mernek többen menni. Komolyan. Lassabban ment, mint a biciklis. A biciklis megelőzte a kocsit. Olyan lassan ment a kocsi. Hogy ennyire ráérnek az emberek. Fel kellett volna vennem a kesztyűmet. Na most már mindegy. Az érdekes dolgok vannak, azt tudjátok ti is. Hogy ilyenkor a biztikám a vizét, tablettást. Lefogy a kezem. Biztik a hajtának a tablettást. Az anyám. De volt hideg van. Mindjárt elhajítom. A szatyrot is, meg a GoPro-t is. Lefogy a kezem. Cucc kombó. Ez a jelszó. Tudjátok? Nem tudjátok? Én tudom. Fú, de rohadt gombaszag van. Mindjárt hányok, bassz, hogy melyik idióta hozott ki gombát.
az meg lehet, hogy kint volt éppen a kertbe, az hozott gombát, baland gombát. De hülyék, bazdmeg. Lebüdös. Annyit kell tudni rólam, hogy én kiskoromban az oldában mindig gombaleves volt minden héten, és én nagy fasz kaptam, amikor el kellett menni a folyósón, az egész folyósón, teljengett a gombaszaktól, és én ott meg üzeltem, hogy fúj a gomba, mondom, hagyjatok békén, onnantól kezdve nem is eszek gombát, meg különben is allergiás is vagyok rá, szóval én ott elhatároztam, hogy gombáknak az ellensége leszek. Majdnem elejtettem a GoPro-t a csatornába. Ott kívánok, üdvözlöm a klubban minden. Na, meghoztam a hozatnivalót. Képzeljétek el, gyermekeim. Mi folyik itten? Ágyasztok? Takarítunk. Szilveszterkor takarítani? Szilveszterkor lehet takarítani, új évkor nem. Ja, új évkor nem lehet takarítani. Ma meg csak csürkét lehet enni. Jaj! Hónap lehet csak sertés. Akkor ne anyám mit izéli a sertés húst? Ma nem lehet sertés. Hát ott átadja. Új évkor lehet sertés enni. Ilyenkor eldúrja az egész... A csirke meg kikaparja. Na tessék, fiam. Csirkét kell ilyenkor enni, meg szárnyasokat. Pont a elrepíti, meg kikaparja. Éppen jövőre repíti el a szerencsédet. Hú, diszkó van.